Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cárcon, és a mai videóban Red Bulls New York karrierezni fogunk, és már itt van kezembe egy mez, ami nem teljesen a Red Bull New York csapatáé, viszont hasonló, merőben hasonló. Ez a Lipcsének a 2023-24-es szezonra, tehát amint már véget ért, ugye, annak a szezonnak a vendégmeze, és kísértetiesen hasonló, mégiscsak testvércsapat egy cég alá tartozik az egész, tehát kísértetesen hasonlít a Red Bull New Yorknak a mezére, de ezt mindjárt megnézzük, hogy tényleg így van-e, ezért gondoltam, mert sajnos a Red Bull New York mezét azt nem tudtam se onnan se beszerezni, az sajnos nincs a Google Shopnál se, csak ez a Lipcsés, abból hazai vendég az igen. Hú, a csapat de rosszul áll, viszont a Customize-nál akarom megnézni, igen. Hát nem teljesen ugyan, sőt, hát azért egyáltalán nem ugyanaz. Várjál, még olyannyira nem ugyanaz, hogy a meznek a gyártója is más, hiszen Adidas, illetve ez pedig Nike, szóval azért tényleg merőben más. De nézzük meg, mert legalább valami kis autentikusság legyen már. És a színvilág az viszont egészen hasonló. Á, de jól néz ki a hátulja. Nem kértem rá semmilyen nevet, mert most minek? Tehát úgyse passzolna, a címkét azt el kéne rágni. Úgyhogy link a leírásba, 12% kupon FCH mez, illetve FCH 15-tel első vásárláshoz 15%, nagyon szépen köszönöm, ilyen kuponokat is biztosít a Google Shop nektek, úgyhogy tök jó fejek. Na, úgyhogy a anyaga nagyon jó egyébként, nagyon tetszik, ugyanez a sponzi, tehát az is teljes mértékben az ugyanúgy néz ki, ahogy nézem itt a Forsberget a mezbe. Igen, a gyártó más a szín, hát mondjuk igen, azért fekete lett volna ugyanúgy, de a kereszt csíkozás helyett ilyen függőleges csíkozás van, tehát valami csíkozás van. Mindegy, jó lesz. Jobb, mint a Lipcsének a hazai 2021-22-es meze, amit ugye korábbi videókban felvettem. Itt van még egy kis ilyen Red Bullos üzenet, úgyhogy átvedlek, és akkor nyomjuk a meccset. Na, mindjárt jobban nézünk ki, úgyhogy akkor maradnak ezek a színek. Nagyon király az anyaga, persze ilyen műszálas, de a Jobbik fajtából van a Lipcsének a meze, és a Google Shop is, ugye ezek ilyen replika mezek, de tök jól megcsinálja ezeket, szerintem amúgy nagyon király minőségben ahhoz képest, hogy mennyibe kerül. Úgyhogy én edzéshez is egyébként ezeket szoktam használni, ezeket a mezeket, amiket itt videóban is, és nem sajnálom őket, mert úgyis replika mezek, látjátok milyen olcsók, tehát ezek nem eredetiek, még egyszer mondom, jó minőségű replikák, úgyhogy én nem sajnálom őket nyírni edzésekre, úgyhogy tök jók, semmi baj nincs, és tényleg ez a Lipcsések kifejezetten jó minőségűek. Oké, picit át kell nézni a csapatot, sőt át is kell állítani itt a dolgokat, már csak azért is, mert ez egy barátságos meccs, aminek nem sok tétje van, beszélgetni legalább tudunk alatta, mert van egy-két mesélnivaló, hogy mik voltak mostanában, viszont azért szeretnék olyanokat játszatni akkor, akik kevesebbet játszanak, illetőleg kicsit jobb fitnesszel rendelkeznek, úgyhogy ez alapján lesz itt összeállítva a csapat, hogy csak a fitness nézzük. Én 50-es fitnesseket ugye nagyon sérülésveszélyes rossz fitnessű játékost beküldeni, úgyhogy azt már kapásból nem is szeretném erőltetni. Úgyhogy így nézünk ki, ki tudtam állítani egy kezdőt, hát nem a legjobb változatában, de legalább mindenki nagyjából rendben van fitness ügyileg, úgyhogy menjünk ki, akkor ez egy barátságos mérkőzés, ahol nem volt pihenő időszak, ez már önmagában fájdalmas, de hát ez van, illetve hogyha nyerünk, ha jól tudom, ha nyerünk, akkor se tudunk tovább jutni, és ez a legrosszabb az egészbe, elbénáztam itt a barátságos kupát lényegében. Ázsiai elit kupa, jó fekvő a kamera pozíció, enyhén zavaró egyébként, de mindig a stadionhoz alkalmazkodik a kamera. És akkor el is kezdünk játszani Petivel, nem mesélni akartam, Petivel játszottunk most nagyon sok IFC meccset, mert ugye folyamatosan kapok ki a Miami-val is, nagyon gyengén szerepeltem, és megbeszéltük, hogy itt az ideje elkezdeni gyakorolni, illetve szeretnénk megint közös karriert majd. Úgyhogy az végképp kell gyakorolni, tehát az egyértelmű. Úgy villan is a sárga, nagyon helyes módon.
Tehát, hogy gondolkodunk, hogy amúgy megint meg kell próbálni a közös karrier, de most nem ilyen LEGO FC, nem ilyen kitalált csapattal, hanem valós csapatot átvéve mezeket szereznénk, ugyanúgy az mindenképpen tervben lenne, de ha megjelenik az új FC 25, akkor azt szeretnénk így abszolválni és kipróbálni magunkat, ez egy szép lövés, kipróbálni magunkat egy közös karrierbe, picit más mentalitással, más szellemiséggel, illetve nem egy ilyen kreált csapata, hanem tényleg valós emberekkel talán jobb lenne. És ennek kapcsán nekiálltunk, és megbeszéltük, hogy ez így nem fog menni, tehát ilyen szar vagyok én is, hogy folyton kikapok, kirúgtak a Miami-tól, ugye, egyedül itt a magyar válogatottal tartom a lépés, meg tök jó igazolásokat szerintem sikerült szerezni, de az kevés, játszani is tudni kell. Főleg, hogy nem akarom visszavenni a nehézséget ilyen amatőrre, mert világéletemben világklasszison játszottam. Néha megpróbáltam a Legendary-t, de az sose ment. A világklasszis az én szintem, és én viszont ezt nagyon-nagyon rossz élményként élném meg, hogyha vissza kellene venni profira, azt nem szeretném. Ugye volt korábbi években, amikor profin elkezdtünk egy karriert, és megszórtam az ellenfélt gólokkal, és egyáltalán nem volt benne nehézség, és én ezt nem szeretem. Én nem szeretek 10-0-ra nyerni minden meccsen, vagy 20-0-ra. Én tényleg küzdeni szeretnék, most is nagyon figyelek, miközben beszélek, próbál koncentrálni erre a védekezésre. Én szeretem komolyan venni, és Forma 1-be is beállítani a megfelelő nehézséget. Rallis, más autós, lövöldözős játékokba is én hardon kezdem a karriert, tehát én szeretek szenvedni. Lehet hülyeség, de akkor is. Ez egy nagyon szép lövés volt. Csodálkozom, hogy nem talált utat a kapuba. És ahhoz képest, hogy ez egy jóval gyengébb csapat, nincs egy csupa motingok meg marciálok, ahhoz képest kifejezetten jól megy a játék. Mert ezek itt bőségesen 50-es, 60-as játékosok. Van 50-es is a csapatban, ugye. Az jó. Nem kell futni érte, jó a szöglet nekünk. Nézzünk egy jó beadást. Talán ez az Amaya az egyik legjobb a csapatban. A 70-es értékelés is van. Kapusunk, ne felejtjük el, kapusunk az ugyanaz, mint aki a kezdőben van. Ott nem akartam kockáztatni ezzel a 65-ös kapussal. Nekem teljesen megfelel, hogy egy picit fáradtabb a kapuson, most nem trükközünk. Nem fér bele, én úgy hiszem. Még egy kínos vereség, és az már most kinézőben van. De ott a kapus, ezt mondtam, hogy kell ez a kapus koronál. Ő azért 75-össel még egy championship-be is megállná a helyét, úgy hiszem. Jó, egy öklözés teljesen rendben van a részéről. Ott a labdaszerzés, nagyon okosan. Mi történt? Szabadrugás! Mire föl? Mire föl, kérem szépen? Miért tettem? De a lényeg, hogy megvan a labda, és akkor ezzel lehet elindulni. És egy jót futni. Aha, nem elég gyors az emberünk, illetve túlságosan megtoltam a labdát ahhoz, hogy az még beérhető legyen. De megpróbáljuk azért megtartani ettől függetlenül. Ott a kis passz, nagyon jól működik. Szuper, Harper. Vissza, nem pontatlan visszaadás. Kár, mert hátra passznál pontatlansága az óriási hibának számít, ugye. Előre passznál még, oké. Okay. A bíró meg nagyon szigorú, szinte minden szart lefúj. De tényleg. Insua. Na. Mi lesz ezzel? Semmi, ahogy látom. Próbálja beadni. Az jó. Igazából fairnek érzem ezt a csatát, mind a két oldalon voltak nagy helyzetek, nálam is, az ellenfélnél is. Azért persze jó lenne majd valamit még kitalálni. Mivel meg lehet nyerni ezt a meccset. Ott egy elfutás, az nagyon jó. Szerintem ezt már lőni is lehet. És elesek a lövésbe. Pedig onnan már simán kellett lőni. Nem volt más választás, úgy érzem. Az baj. Az baj, jó. Fú. Tegyük hátra. Úgy. Emeljük át, azaz. És akkor kényelmesen ki lehet így hozni. Egy kis lövőcsel, belefér itt, hátul is kell ilyen. Nagyon jó.
nagyon jó, jól alakul, most egy jó beadás, és akkor rendben vagyunk, akár laposan. Megint fordultam le volna a lövésre, gondolom az ellenfél is ezt figyelte. Egy dögunalmas 0-0, voltak helyzetek, de hát azért nem volt ez annyira izgi. Sokkal több lövésem volt, ez nem is tűnt fel. Sokkal-sokkal több lövésem volt. Azt a mindenit. 8-szor próbáltam meg kapura lőni, mondjuk abban blokkoltak egy párat. Na nézzük, lehet-e valamit cserélni, RB helyett igazából jöhetne valaki, de senkit nem érzek úgy, hogy kellene. Strauddal tudnánk egy jót fejleszteni ott a középpályán. Szerintem ez a fejlesztés ez jó lesz. Ott egy nagy overall növekedés van, és fitnessbe is jobb a Straud, úgyhogy próbáljuk, megnézzük meg, hogy ez hoz-e valami változást. És nem megy ki, bent tartja, ügyes. Próbáljunk egy kis letámadást, nagyon jó! Nagyon jó, azt onnan meg kell majd oldani. Szép, egy kis trükk is belefért, én úgy hiszem ezen a szinten. Ez bele kell, hogy férjen, azért nem egy amatőr csapat vagyunk, nem egy egycsillagos csapat vagyunk. Meg kellett oldani, 1-0, jól van, jól van. Szeretnék ebben a részben minimum 2 győzelmet, ugye 3 meccset fogunk lejátszani, abban 2 győzelmet szeretnék látni. Már csak azért is, mert Petivel, amikor játszottunk, sokat nyertem. Sokat nyert ő is, meg volt döntetlen, de többet nyertem, mint ő. Volt, hogy egészen komoly mérkőzésen sok góllal sikerült nyernem. Tehát azért nem csak ilyen béna győzelmek, ilyen 1-0-ák voltak. Volt, amikor 3-4 góllal is simán szétrámoltam a kapuját. Ő is, igen, voltak neki is ügyes jelenete, de én úgy hiszem, hogy most nem is az eredmény a lényeg, hanem hogy a gyakorlás, rengeteg gyakorlás volt, és várok tőle egy kis eredményt, hogy itt is jobban fog menni. Egyelőre jobban megy, mert én nem gondoltam volna, hogy ekkora mezőny fölénybe vagyunk, mert nem tűnt fel egyébként, hogy az ellenfélnek ennyire kevés a lövése. Most azért látom, ott van, de egyből tudjuk blokkolni, noha kimegy bedobásra, lövésig nem jutottak el. Az ellenfél csapatát azért majd jó lenne átnézni, ám bár szerintem egy szinten vagyunk, tehát neki is ilyen 60-osokból állhat a kerete, talán egy-egy 70-essel. Az nagyon jó, Manuel nagyon gyors egyébként, jó látni. Beadás sajnos nem jött össze, egyszerűen végig futott velem a védő, úgyhogy nem is akart elvenni a labdát, de tempóba teljesen ott volt. Az viszont nagyon szép, tiszta szerelés. Manuel nem tudja átvenni viszont. Ajaj, az nem jó, az nem jó, az nem jó, az gól is, az gól. Amelyet lehozzuk, ez nagyon nem volt jó. Ennek nem örülök. Simán el tudott menni az ellenfél. Az viszont egy szép indítás. Nem annyira szép, viszont az, hogy nem tudtuk megszerezni a labdát. Egy kis lögdösődés, semmi előnyszabálya, mehetünk tovább szerencsére. Befekszünk a csávó elé, hogy ne tudja beadni, de ettől függetlenül beadja, és védenie kell koronának, összeszedte magát az ellenfél. Menjünk egy picit cserélni. Itt a Mitchell helyére, ahogy néztem, be lehet tenni az Engomát, úgyhogy azt megpróbáljuk mindenféleképpen. Anthony Martialt is beküldhetjük a játéktérre, hát ha tud valamit nyújtani, nem tudom. Meglátjuk. Az ellenfelet nézzük át, mert nagyon kíváncsi vagyok. Aha, 71-ese van. Az ellenfel 60-a, nagyon sok 60-as, 1-2 70-es becsúszik. Sőt, hát azért egész jó pár 70-ese van, és a padon is vannak jók. Jobb csapat, mint mi legalábbis, mivel nem tudom a fullos csapatomat használni a fitness miatt, ezért tűnik így összességében jobb csapatnak. Alapvetően mi lennénk a jobbak, de hát ugye ez egy ilyen feszített tempós barátságos kupa. Anthony Martial viszont bejött, noha nagyon fáradt, de azért behoztam. Jajaj, ez viszont bajos. És ott volt egy kis szabálytalanság is, nem fújja le a bíró, mert marad a náluk a labda is. Ez így nagyon veszélyes. Most mit fújt be a lest? Szerintem így van. Hiába lett felső kapufa, ha gól, akkor se számít.
ez les volt, és nem jó a passz, mert kimegy. Martial egyelőre nem tudott játékba lépni. Nagy a baj egyenlőre. Nem tudjuk elvenni a labdát. És beadás is sikerül, és Koronának úgy kell fölé ütnie, de ez is les volt közben. Ez nyugtathat meg minket, hogy nagyon sok a lesre futás. Nagyon jó. Harper. A szép. A szép, ott nagyon sokan leszünk. Ezt már lőni is lehet, mellé zúdul a labda. Carmona jön be. 77. perc, 1-1-es állásnál. Egy szép kirúgás, amit a közönség meg is ünnepel. Ez mehet a másik oldalra. Menjen előre a labda. Martial azért ezeket szerintem le tudja kezelni, ha itt felívelünk rá labdákat. Nem félek tőle. De Engoma se annyira rossz azért, hogy ne lehessen rá számítani. Passz sajnos nem jut el hozzá. És az szabálytalan is lett volna, hogyha még erőszakosabbak vagyunk. Ott belépünk, nem jó. Próbálk egy ilyen letámadást eszközölni. Sajnos ezzel csak üres területeket nyitunk ki az ellenfél számára. Viszont egy előreíveléssel felszabadíthatunk. Sőt, egy Anthony Martial féle ollózós paszt is láthatunk. Nem tudjuk, hogy ez mire jó, miért csinálja, de csinálja. Az a lényeg, látványos focit produkálva. Ez viszont Carmonának egy lehetőség, nem is kicsi. A beadás viszont itt se jó, és másod szándékkal elkésik az emberünk. Vonalon tartva passzolják. Óriási. Ügyesek egyébként. Nagyon ügyesek, tehát egyáltalán nem rossz ez a csapat, akivel szemben vagyunk. Az egy lepattanós lövés, ugye az esőbe nem tudta megtrifálni a kapus, pedig megpróbálta. Anthony Martial ismét. Szép passz, nagyon jó. Az nagyon szép játék. Onnan már csak be kell tenni középre, majd ellőni. Egy erős lövés, és belebotlunk a lövésbe. És ezzel lesz vége a mérkőzésnek, hiszen alapból kirúgás lett volna. Ez egy 1-1, tehát kikapni nem kaptunk ki, de azért nem volt a világ leggyönyörűbb meccse, a mezőnyfölényünk is felszívódott. Hát jól van. Havas képernyő, nem tudom miért. De megyünk tovább, és most már tényleg normális meccsek következnek, amiknek tétje is van, a Cincinnati ellen fogunk játszani. Egy nagyon szép városban. Hát itt nem kapunk semmit az ázsiai kupáért, és a fiatal akadémiás srácokkal kapcsolatban van egy kis kiértékelés, development plan-jüket átnézhetjük, hogy minden jól legyen, vagy még jobban legyen beállítva, hogy fejlődjenek. Fejlődnek egyébként, itt látszik, hogy bizonyos overall fejlődések azért megtörténtek. Nagyon szuper. Mi most így fiatalon még az overallra megyünk. Nagyon jó, hetente fejlődik egyet a srác, úgyhogy ez nekünk nagyon szép, nagyon jó eredmény, és itt is ez mondható, átrakjuk CM-re. Jó, hajrá, nyomjátok, most őket nem hoznám ki, majd egy picit jobbak lesznek, akkor kihozom őket, próbáljunk meg lejátszani, most a fitness is azért jobb, hiszen egyértelműen hát azért tudtak pihenni a játékosok, és nem a vendégmezünkben játszunk, mert nagyon-nagyon tetszik a hazai mez, ez a vendég, ez nem annyira, és ha már piros-kék, akkor szerintem simán elfogadható, hogy mind a két csapat a megfelelő mezben nyomja, ami jelen esetben a hazai. Choupo-Moting Martial teljesen friss, hiába játszott, Morgan, Forsberg, Klassen, Jansson, nagyon jó. Eli sajnos rossz formában van, de talán vele se lesz baj, és a padon is olyanok vannak, akik teljesen frissek, ezt át is nézem. Tök király, úgyhogy pöröghet a mérkőzés, ez egy nagyon-nagyon fullos csapat, úgyhogy hiába vagyunk vendégbe, kötelező a győzelem Anthony Martial, a Choupo-Moting, a Klassennel, ezek nem kis figurák. Úgyhogy nyomjuk neki, pörgessük meg azt a mérkőzést. Mondja, hogy Buka Morgannel próbálunk rá menni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy azért itt most
70 fölött vagyunk bőven overára, tehát ilyen átlag overát nézve is szerintem ilyen 73-74-del állunk, azért az egyáltalán nem rossz, szeretnék minőségjavulást látni. Azaz, nem jó. Nem jó egyenlőre. Ott egy labdaszerzés, az se segít a helyzeten. Ajaj. Jó, szépen elvitte. Vissza. Tegyük ki. Nagyon jó. Emil. Nem lehet. Temeli. Basszus. 8. percbe beemeli az ellenfél. Santos. Az gond. Az probléma. Hú, de szép. Na nyomjuk akkor. Továbbra sincs veszve semmi, ez már ilyen jellige, a csatorna jelligéje. Nincsen veszve semmi, hogyha 20-0-ra kapunk, de akkor se. Na jó, mindegy. Hideg zuhany. Főleg az, hogy továbbra is támad az ellenfél. A kamera nem tetszik. Ez nem a stadionnak a hülyesége volt. Tényleg nem tetszik a kamera, és nem tudom, hogy miért. Game settingsnél azonnal át is állítjuk. Azt mondja, hogy hol van nekünk az? Hát nem itt. Hát itt van. Nagyon szó. Legacy-ba vagyunk, ami nagyon nem király. És miért vagyunk Legacy-ba? Ezt sem nagyon értem. A klasszik kamera, vagy a kooperatív az nagyon király. Sikerült úgy hiszem egy sokkal jobb kamerabeállítást találnom. Úgyhogy nézzük is. Aha, sokkal jobban fölülről látjuk az eseményeket. Ez így átlátható focit eredményez azért. Ahogy látom, egy picit le van maradva a kamera, de próbál úszni a játékkal. Hoppá! De jó! Aha! Emil Forsberg. Pedig de szép megmenés volt ott a szélén. A vonalon tartással. Nagyon-nagyon tetszett. Hoppá, szépen elmegy. Egy feltartás. Bíró nem értékeli semmivel. A lövés viszont koronál kezében. Spanyol. Sokkal nagyobb overát vártam tőle, de teljesítményben lehet, hogy így is jó lesz a 71-es overrel meglepően kevés. Azt hittem sokkal több lesz neki, amikor igazoltuk. Statok alapján persze. Szép, kizárunk rá, úgy, ketten is, nem sikerül. Az viszont egy nagyon okos és jó szerelés, jó időben. Forsberg az szépen indítja. Csupamottinkhoz nem kerül el a labda. De kár, hogy nem tudjuk játszatni az igazán jókat. Ugye hátul vannak gyengébb játékosaink, az igazán jók elő vannak. Csak játékba kéne hozni őket. Anthony Martial simán oda csúsznak neki. Nézzük. Nem tudunk labdát szerezni egyenlőre, ami baj, mert labda nélkül nem lehet gólt lőni. Nem érjük utol, becsúszva az esőbe se. Azt pedig lőni is lehet, teljesen rossz lövés, ki is kanyarodik. Egyenlőre a Cincinnati ezen a meccsen is simán leuralja. Egy jó hosszú passz. Az jó, Jason. A beadás, hogy lehúzza? Robinson, Kahn az, aki leúszta. Robinson a védő volt, aki rám volt osztva. De nem jutott ő se labdához, már kapusa az nagyon képben volt. Elesünk, ez se szabálytalan. Ez a bíró, ez engedi a kemény játékot, ahogy én látom. Mert ilyen apróbb szabálytalanságokat nem fúj le, és véletlenül akkor ezt nekünk se fog elefújni, úgyhogy ebben a szellemiségben, most is simán engedtől löktem, ebben a szellemiségben védekezhetünk, hogy lehet nyugodtan akkor keményebben nyomni. Lehet ilyen angol focis bíró, vagy én nem tudom. Az jó, Csupamoting. Ott szép, az nagyon jó kor. Egy kis meghúzás, egy kis csel. Visszazár ránk a védő, de én inkább a paszt választom. Az viszont egy nagyon komoly lövés. A védés se volt rossz. Nézzünk egy jó beadás Forsbergtől. Elszáll.
a kapu fölött a labda, pedig jól kanyarodott be az a szöglet. Kapus nagyon rákészül, repül a labda, de ezt lekezeltük, bár az ellenfélhez, úgyhogy ez meg nem teljesen jó. Murphy hozza, Martial futott vele, Arteaga, elfut vele, jó, az bedobás, úgy, az bedobás, pont bedobás volt még, az fontos, nekem ne szöglet legyen. Ott pedig egy les szituáció volt, ami nekünk nagyon kedvező. Nem sikerül előre hozni. Olyannyira nem, hogy mindjárt lőhet is az ellenfél. Védekezzünk már picit keményebben, hogyha lehet. Nem hiszem el, hogy bemegy így is. Jaj, de kellemetlen. 2-0, bármit csinálunk. Egyszerűen annyira simán, annyira lazán terelgetik a labdát, és lövik be a kapuba. Csupomoting. Szép, egyszerűbb testcselekkel, és bele az ellenfélbe a lövés, egyszerűen nem is értem. Nem bírjuk a kaput eltalálni normális lövésekkel. 3 lövésünk volt, annak a fele katasztrófa. Az ellenfél azért sokkal többet lőtt kapura, a 7 az már egy komoly kapura lövési szám. Nem szerezzük meg, az pedig nagyon fontos lett volna azt a labdát valahogy megszerezni. Lecsapni rá, menjünk vissza! Zárjunk vissza! Engedjük már minden, ne engedjünk már! Azaz, jól van. Oldjuk meg, higgadtam. Nem kell kapkodni, Morgan, van még idő. Úgy, nagyon szép. Csapjuk be őket. Nagyon jó egyenlőre. Tegyük vissza azt a labdát. Anthony Martial, kerülünk lövőhelyzetbe. Végre egy lövés, ahol a kapusnak védenie kellett. És nem pedig blokk. Ezt megszerezzük. Nem szerezzük meg. Simán elveszi az ellenfél, pedig a miénk volt. Birtokoltuk a labdát. Lemarad. Lemarad a védő. Nils mehet hátra. És kell is, hogy menjem. Csodával határos módon történt a védés. Ez inkább egy rontott lövés volt, mint védés. Egyszerűen belelőtte a kapusba, de óriásit védett. Nem akarom le kisebbíteni az eredményeit, persze. Anthony Martial ki a szélére. Vissza oda. A passz nem jó. És amúgy is les lett volna valószínűleg. Nagyon előre küldtem azt az embert, ki ott futott. Nem jó, és megint ők vannak helyzetben, és simán tudnak ott lenni. Még jó, hogy a becsúszó lába az blokkolt. Ez a 2-0, ez megint katasztrofális lenne a mi szempontunkból, főleg ilyen csapattal, ilyen kerettel, amit összeraktunk együtt. Ez nagyon gyenge teljesítmény. Szép játék. Odalépnek. Nem lehet ennyire lassan játszani. Hát, kapusunk nem, ezeket megfoghatnám úgy. Csupomotingot lehozzuk, nem győzött meg. Ugyanolyan erősségű overálló játékostól a helyére hozni, úgyhogy nem lettem szomorú. Hogy le kell hozni. Igen, egy lövés. Klassen amelye azért azt nem. Klassen az jobb, sokkal jobb. Kell a középpályára legalább ennyi stabilitás. Nézzük már az előreadás, nem jó, pontatlan. Nem is tudtam kinek passzolni, továbbra se jó. Ez a kamera se. Nem látok semmit. Nem látom, hogy kinek lehetne passzolni. Próbáljuk meg a kooperatív kamerát. 75. perc, meg kell próbálnunk attackingon, mert nem lesz több lehetőségünk. Ez nagyon jó, ott látszódott, hogy oda be lehet tenni. A lövés simán blokkolja ezt is. A kapus nagyon ügyes, nem felbúsztoltuk a kapust, nagyon jó formába hoztuk, én úgy érzem. Ugye ez most miattunk van azért. Az! Hogy mehetett mellé? Hogy mehetett mellé? Anthony Martial hogy lehet ennyire rossz?
onnan nem kaput találni, ezt nem értem. Ezt egyszerűen nem értem. Ez nem volt egy akkora feladat, hogy onnan ne lehessen eltalálni kaput. Konkrétan az a B csapat, vagy nem is tudom már, C csapat, amivel kiálltunk az első meccsen, ez jobban teljesített. Ez ekkorákat nem hagyott ki. Ez már idegesítő. Tehát, hogy innen nem talál kaput, és akkor mit várok? Hogy ezt belője? Végre. Köszönöm szépen. Az előzőnek már be kellett van mennie, de végre ez legalább bent van. Örül a közönség. Jason Harper csere. Egy az egybe a kapussal. A kapus mondjuk gyönyörű, hogy el se vetődött az ilyenekért. Én nagyon-nagyon mérges szoktam lenni. Tehát azért nem picit készülök ki idegileg, hogyha a kapus fogja magát és áll egy helyben, miközben jön a lövés. Legyen az a valóságban, amikor nézek egy foci meccset, és látom, érted, a kedvenc csapatomat, hogy milyen jó, meg minden, aztán jön egy lövés, és a kapus nem vetődik el, és bekapja. Fúj, de nem szeretem az ilyet, pedig szokott lenni. Egyébként próbálja meg elérni. Hát ilyen a játékban is van akkor ezek szerint. Ó, de közelről! Jó. Na, valaki menjen már, hát futball, gyerünk. Kéne azért elindulni. Az... nem. Nem lehet azt sem megszerezni. Valaki. Ó, jaj. Jó. Jaj, megrúgtuk az ellenfelt kétszer is. Így bum, bum, így telibe a bokáját. Jó van. Szép. Kettőre vezet az ellenfél. Ultrahattakra menjünk át. Kubó jött be. Reméljük ez nem a másik Kubónak a testvére, aki sokkal jobb. És akkor lehet ezzel menni? De akkor tényleg induljunk el. Azaz. Menjünk. Ne engedjük őket. Nagyon szép. Átforgatás a másik oldalra. Onnan a lövés. Hihetetlen, mit véd a kapus az utolsó pillanatokban is. Ezt a kapus lehozta nekik. Ezt a kapus oldotta meg. Ez megint egy fantasztikus támadás volt. Egyszerűen tényleg itt már nem tudtam a végén mi mást csinálni. A összességében nézve a meccsen sokkal rosszabb voltam, mint az ellenfél, de a végére jöttünk vissza. Én azt hiszem, miután megváltoztattam a kamerát, és végre jó lett, nézzük is. Átszik ott a kiívelések, azok sokkal többek ott nálunk. Hát az első fél időt azt jól átcsesztem, úgy, hogy van. Kár érte. Nézzük meg az interjút a mérkőzés után. Nem tudom, mi ez a télies hangulat amúgy ezekkel a hópehekkel. Továbbra is vereségek egymás után, de valami mást kellene nyújtanunk. De mondjuk a szurkolóknak, hogy bizony menni fog. Nincsen para, srácok. Charlotte ellen játszunk. Továbbra is 0 ponttal állunk a bajnokságban, ami szomorú, persze szomorú. Közben jött egy kölcsönvételi lehetőség, amire reagálunk is gyorsan. Na, azt mondja, hogy hogyan állunk akkor, nagyon rosszul, de megvárjuk, amíg lejátszanak pár mérkőzést. Shroudot is kölcsön szeretnék venni. Hát, mondjuk mehet végül is. Montreal, tehát közvetlen rivális. Végül is menjen, de short loan-ra mehet csak. Azért annyira ne menjen már hosszú időre. Nézzük már Charlotte-ot. Mi a helyzet? Na, hogyan áll a tabella? Eléggé undorítóan hátul vagyunk. A Chicago és a New England áll 0 ponta, viszont nekünk a gólarányunk jobb, mert nem kaptunk ki olyan üdesok góllal. Ám bár a Chicago 2 meccset játszott, mi meg 3-at. Elég sok csapatnak van 4 pontja, avagy 9. Basszus, az Atalanta United milyen jó, meg az Inter Miami. Nem lesz ez egyszerű, egyáltalán nem lesz egyszerű. Van 9 pontos a Portland a Western részen is. Ott is vannak nullás pontok. Hát jó, mindegy, játszunk, nyerni kell. Itt most tényleg kötelező nyerni, mint minden meccsen. Egyszerűen ott van Szidersky. Nem lesz ez egyszerű. Nem lesz egyszerű, de akkor is kötelező a győzelem, szerintem. Nagyon mit módosítani a csapaton, én azt hiszem, hogy nem tudok. Tehát, hogy mit.
A Duncan tudom az Anderson helyet berakni esetleg. Aztán lényegében ennyi, amit tudok módosítani. Ahmed majd csak csereként tud bejönni. A többiek meg olyanok, hogy nem, egyszerűen túl jó a kezdő. Hát 70-esek, 76, 77-esek ott vannak a kezdőcsapatban. Ne őrítsük már meg egymást. Továbbra is élvezném a hazai meznek a minden báját. Lehet aztán ehhez hoz balszerencsét. Játsszuk le, sajnos mind a három meccsünk vendégben van, tehát a hazai pályánkon egyszer se sikerült játszani. Na nézzük akkor, most semmit nem foghatok a kamerára, minden jól be van állítva. Nagyon szép zöld a fű a Charlotte otthonában. Játsszuk le akkor ezt a találkozót, reméljük eredményesen. Most tényleg semmit nem foghatok a kamerára, se a fáradtságra, se mint az első meccsen. Itt most nyerni kell. Minden jó be van állítva. Nem tudom, miért állítódott a kamera egyébként. Mindegy, ezen gondolkozzunk. A szép blokk, az egy csodálatos blokk volt. De szerencsére továbbra is nálunk a labda. Csupomoting. Forsberg. Lövés, védés. Bemelegítjük a kapust. Ismételtem. Emil Forsberg. Jó a szöglet. Jó a fejes, hullik csak oldalra. Kamera nem adta át. Ám bár szerintem annyira lassan ment a fejes, hogy ezt védte volna a kapus, hogyha úgy alakul. Nem alakult ez sehogy. Ó, Csupomoting fogja magát, ezt lehajol, de nem értem minek. Hiszen nem lett eredménye. Vonalon tartjuk, de az ellenfélhez adjuk. Micsoda baromság. És az meg egy elképesztően veszélyes lövés volt. Védett a kapusunk. De hát szuper teljesítményt kellett nyújtania, hogy tényleg védés legyen a vége. Ismétlő, most a blokk. Nagyon jó, nagyon jó. És azzal ott lehet menni Morgan. Nagyon gyors szélsők kellenének, mert ezeket a futásokat tök jól meg lehetne csinálni, hogyha jó játékosra jön neki a helyzet, sajnos Forsberg se túl gyors, meg már öreg. Anthony Martial. Sajnos eléggé elöregítettük a csapatot ezekkel az átigazolásokkal, ezekkel a free transfereknek mindig ez a veszélye, de amúgy a valóságban is, hogy elöregíted a csapatodat, mert fiatalok biztos, hogy nem lesznek free transferek, legalábbis ritkán szoktak lenni. Az öregek keresnek így csapatot klub nélkül, hogy ki vannak rakva a szűrük tulajdonképpen, és próbálnak valamit találni. Romero, egy beadás, ami gyönyörű csukafejes, viszont mellé száguld. Tehát ezért most ez egy minőségi meccsnek tűnik, vannak helyzetek, reméljük, hogy eredmény is lesz, nem csak helyzet. Azt le kell rakni a földre, pattogós, de gyors labda. Csupomoting. Nagyon szép. Lehetne duplázni. Lehetett volna, így már nem. És az ellenfélhez kerül megint, tehát egy jó páversáttal kell beérnünk, ezzel fejeződött be ez az akció. De sérülés veszélyes buktatás. Majd egy gyors labdaszerzés, nem kell ilyen gyorsan elpasszolni vissza. Nem tudom, hova rohanok, megint egy buktatás. Aztán még egy. Most már egy sárgalap is kinézőben van nekünk. Gyors labdaszerzések. Nagyon szép. Anthony Martial azzal elmehetne. Gyönyörű cselek. Majd a második próbálkozásából gól is lesz Anthony Martial, ha jól számoltam. Második lövésből ez egy gól. Nagyon jó. Nagyon jó. Az a egy bicikli csász pont annyi kellett, hogy el tudjon menni, majd tempóból megoldotta. 1-0! Szép. 28. perc, tehát azért még bőven van időnk, akár még egyet szerezni ebbe a fél időbe. Kihasználnám a csapatot, hogy ennyire jó most a játék, és megy. És akkor szeretnék még egy gólt szerezni még ebbe a fél időbe, nem pedig kapni. Duncan. Jó, necces volt, de jó lett a vége. Az is jó még, az pedig les lett volna, ha oda futójátékosnak adom. Így viszont egy ilyen pattanós lövés. Sajnos kaput talál, de értelme nem volt.
ennek a lövésnek. Talán a szerelés gomb is benne maradt, azért volt ez ennyire katasztrófa. Na, olyan messziről páversártokkal érdemes próbálkozni szerintem. Vagy valami tekeréssel. Nem jó. Nem jó. Érjük el, ne engedjük lőni. Na, onnan már veszélyes. Aha. Ez a ne engedjük lőni, ez nem jött össze. Olyannyira nem, hogy extrém közelről jött a lövés. Csoda, hogy védeni tudott a kapusunk. Becsúszással se érek túl sokat, csak kitereljük az embert. Lövés egyen továbbra sincsen, én meg csúszkálok, viszont ez már megint nagyon közeli. Ott lőtt volna, de szerencsére közbe tudtunk szólni. Nem sikerül a passz, pedig ott voltam, pedig néztem, hogy hova lehet adni, és csak azért se sikerült. Romero ismét. Buktatás 11-es. 11 is ugye, vagy szabadrugás, olyan messzire azért csak nem 11-es. Megy a szabadrugás. Hiába fekszek le a földre, ez egy beadás lett. Én biztos, hogy rálőttem volna ilyen közelségből, szerintem ez közelinek számított. Az ellenfél nem így érezte. Egyelőre marad az 1-0 továbbra is. Kasza! És szabályosnak ítéli a bíró, ami nettó érdekes. De ha engedi ezt a kemény játékot, én kihasználom. Szétrúgjuk az ellenfelet, tulajdonképpen a favágás az rólunk lett mintázva. Rommá rúgtuk az ellenfelet és hagyta a bíró nagyon érdekes módon. De a lényeg, hogy igazából lövésekben, passzokban jobbak voltunk, labdabirtoklásban nem, de minden másban. Igen, nézzük már az ellenfelet, mi azért 75, 76, 77-esek vagyunk, ő náluk van 66-os, viszont Sviderski 75-ös, lengyel válogatott, Romero megint csak 50-es, viszont megint egy 70-es, több 70-es, és több nagyon gyenge 50-esek is felfeltűnnek, illetve egy Csopetti még 73-mal van. Nem rosszak, mert vannak nagyon jó játékosok, de vannak katasztrofálisan gyengék is. Az 50-es overall azért az ezen a szinten, még egy amerikai bajnokságban is szerintem nevetségesen alacsony. Még a championship, sőt, hát angol kettő, vagy mi a harmad, angol harmadosztályban is, Liga 1-be is. Szerintem egy 50-es overall gyengének számít. Úgyhogy ebből a szempontból is azért a győzelem az szerintem muszáj lenne, mert nálunk nincs ilyen gyenge játékos. Morgan lövése, de a szélre kellene egy jobb játékos, ez a Morgan, ez nem elég. Azt hiszem, hogy ő nem elég. Viszont ezt fejeljük el, hogyha van lehetőség, nincsen. Át is veszi az ellenfél, nem is akart fejelni. Mellel levette. Nem jó. Azért még elcsúszhatunk. Na az csúnya, igen. Azt be lehetett volna fújni, előnyszabály. Nagyon közelről a lövés, csoda, hogy nem lett gól. Sárga lap, az tényleg csúnya volt, tehát ez... Ez igen. Tehát nem volt már ott a labda, amikor az a becsúszás megtörtént. Tényleg fair a sárga. Legalábbis. Na menjetek előre. Kicsit fussatok már előre, azért szórakoztam egy picit. Klasszem, kopasz fejével, nagyon jó holland kopasság, működik, mint taktikai elem. Megzavarja az ellenfelet, viszont ez a passz, ez meg nem pontos. Na, valami, sehol semmi. Sőt, Csopetti jön. Azzal nagyon szépen kiment. Uronen, ő is egy ismertebb focista egyébként. Játszott Európában is. Nélis, jól van, Duncan. Amerikában egészen sok Európában focizó játékos ment ki, és folyamatosan megy ki. Ugye maga az ország az teljesen rendben van, és a fociuk se annyira rossz. Noha azért nem a legnépszerűbb sportág. Amerikában viszont jobb hely, mint az arab világ. Mint nézőszámban, mint közkedveltségben. De Messi is elárult egyébként nagyon szép gól közben.
Messi is elárulta egyébként, hogy nem ismerik már fel az utcán annyian, tehát ki tud menni az utcára egyet sétálni a családjával, vagy enni egy fánkot a Dunkin Donuts-ba vasárnap, amikor belefér. Jó, ilyet nem biztos, hogy mondott ez a fánkosat, ezt én találtam ki, de hogy érted, a lényeg ezt viszont mondta, hogy, hogy nem ismerik fel már minden sarkon, ami neki jó, mert Barcelonában nem tudott kimenni úgy az utcára, mondjuk a Párizsba, hogy nekem közös fotók tömkelegét elkészítenie egy másodperc alatt. Itt viszont ezt megteheti Miami-ban, mert mint mondtam, egy NFL, egy NASCAR pilóta, egy NBA kosárlabdáz, egy LeBron bárki, az ismertebb, mint Messi. Persze ugyanúgy felismerik, tehát nem erről van szó, hogy no-name lenne, de nem akkora a hype körülötte, és ez neki jobb így a családi szempontjából is. Na, Forsberg. Ó, mi maradt ki? Emil Forsberg, a kapus azon nem volt rajta. Eltűnt az eredményjelzőről a két csapat, csak simán a 2-0 van ott. Ennyien zavaró. Mondjuk kevesebbet takar ki, csak nem értem. Jó. Még azért lőnék egyet, tehát a 2-0 az már nagyon békés eredmény. De nem szeretnék megállni, tehát simán lőnék még akár. Hogy jó formában lendüljenek ezek a játékosok. De ők is megpróbálnak lőni. Jó, a blokk nagyon jó. A kapus teljesítmény az egyértelműen kell ide, és ez a nulla bekapott gól, ez csak a kapus dicséri, nem feltétlen a védelmet, mert megint a kapus véd. Lesz a Namaya, legyen, megesik a szívem rajta. Látom, hogy a Maya mennyire beszeretne állni. Jó. Ó, megint egy kapusvédés. Csupamating is lejön. Gyors cserék szerintem most bőven elegendőek. Az nagyon jó, azt el lehet előre tenni, azaz. És akkor ezzel el lehet futni. Sőt, olyannyira, hogy lassan egy az egybe megyünk a kapussal, kicsit kisodródva. Ott van bizony. Kijött a kapus, behullik a labda. 3-0. Végre egy normális győzelem, ami pontot is ért, tehát nem egy barátságos fütyi győzelem, hanem ennek van is értelme. De szép volt ez az elfutás. És ott a kijövő kapussal szembe egy tökéletesen kivitelezett emelés. A Wanzer, aki most állt be, úgyhogy neki ez egy nagy öröm. És már jön is a következő helyzet. Ennek be kellett volna menni, ez kár, hogy kimaradt. És ez is pedig belemegy a blokkba. Ebből a gól lehetett volna szerezni szerintem ebből a szituációból. Ez volt ennyire jó kialakított helyzet. Mégse történt meg a gólszerzés. Az pedig les. Nagyon király mi helyzetünkben egy ilyen. Amikor már pont lelkes lenne az ellenfél, akkor nyomsz egy lest. Köszönjük, bíró. Meg hát nekik a rossz helyezkedést. Nagyon szép játék! Nem sokon múlott, hogy ebből ne legyen gól. Ott, ha az a tökéletes passz még összejön a végére. Nem jött össze sajnos, marad a 3-0. Jajjaj, sárga lapossal becsúszni azért az mindig félelmetes. Jó, kapus pedig lehúzza a rolót ezen a meccsen. Téglafalat épít Koronel. Nem enged be egyetlen egy lövést se kapujába, ami őt dicséri egyértelműen. Ott van. Szabálytalanság. Befújja, nagyon jó, mert ezzel is rengeteg idő elmegy. Talán ez az utolsó utáni helyzet az ellenfélnek. Megpróbálja beadni, és pakker, szegény! Ez annyira nem volt benne. A tökéletes védésekkel ez annyira nem egy megérdemelt gól, mert hiába alakított ki nagyon sok helyzetet a Sárlott. A kapus annyira jól védett, hogy ezt egyáltalán nem érdemelte meg. 3-1, sajnos bekapott góllal.
és ezzel vége is a mérkőzésnek. 3-1-re nyertünk kényelmesen, mint már mondtam. Végre 3 pont, megvan az első olyan győzelmünk, amivel lehet is valamit kezdeni. 13-13 teljesen kiegyenlített a lövések aránya, úgyhogy itt mondom a kapus volt durva, mert a várható gólok száma az ellenfélnél volt a nagyobb, mégis én szereztem a 3 gólt, labdavirtoklásban is sokkal jobbak voltak, de egyszerűen most nekünk állt a zászló, így megvan a 3-1, és ezzel a 3 pont, illetve egy gólarány, egy jelentős gólarányjavulás is, hiszen 2-t is javultunk ezzel. Na, jó van, örülök, hogy ezzel a csapatot kicsit tudom majd motiválni, hiszen már át is mentünk happybe a csapatmorál. Én azt hiszem, hogy most már akkor talán rátalálunk a jó útra, és nem vagyunk full utorsók, hanem ott vagyunk bizony, és látom, minden csapatnak van már pontja. Nem, a New Englandnek nincs még pontja. Másik oldalt, ott még van 2 darab 0 pontos, de a lényeg, hogy mi 12. helyen vagyunk, úgyhogy szépen haladunk előre felé, és a top 7-et kéne elérni. Úgyhogy ez lesz a feladat. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk a következő részben. Linkek ott vannak a leírásban, akár ezzel kapcsolatban is. Nézzetek át a többi csatornára, és ott is vannak új videók. Sziasztok!